Ismét megkísérelték evakuálni a civileket Mariupolból vasárnap, de le kellett állítania a lakosság kimenekítését, mert az ideiglenes tűzszünetet ez alkalommal is megsértették. A délkelet-ukrajnai kikötővárosban helyi idő szerint vasárnap délre ígérték a tűzszünetet. Ez már a harmadik alkalom volt, amikor azt ígérték a lakosságnak, hogy biztonságban elmenekülhet az ostronott városból, aki szeretne. Kiev a korábbi esetekért az orosz erőket tette felelőssé, de Vladimir Putyin orosz elnök szerint, idézzük, az ukrajnai neonácik támadtak. Most is egymást hibáztatja a két fél.